Üdvözlet mindenkinek! Ahogy ígértem, a másik gyalogsági ásónak a bemutatója. Ez az ásó 1500 forintba került a Mountex-ben, Beaver Brand márka néven lett forgalmazva, és 3000 forintról volt leakciózva. De szerintem ez a 3000 forint ilyen sosem volt ár, csak annyira nem vitték, hogy feléírták gyorsan az 1500-nek, hogy 3000 áthúzva, és talán így egy kicsit ilyen vevőcsalogatóvá tették az ásót. Vágjunk bele, kezdjük itt is a tokkal. Ebben az egyszerű kis tokban kerül forgalomba ez az ásó. Rajta látható egy ilyen márkajelzés, Beaver Brand, hódmárka. Nagyon aranyos, vigyorgó, nagyfogú sárga hódot látunk rajta. A gyerekek oda vannak érte. A tok maga egy egyrétegű nylon gyöngyvászon tok. Eléggé silány. Így egy rétegben, tehát én szoktam varni elég sokat ilyen anyagot, táskákat, meg egyebeket, és mindig vagy egy bélés anyaggal együtt, vagy dupla rétegben használom, mert így egy rétegben, hát nem valami tartós, mert maga a varrás, ami benne van, például itt a ripszalag szegésénél, vagy pedig ugye itt az övbújtatónál, egy erősebb rántásra egyszerűen átvágja az anyagot, maga a cérna. Patenttel záródik, külső zseb nincsen. Ugye, mint mutattam az előbb, egy egypontos övbújtató, ami elég keskeny, és itt már a cérna kezd is elválni. Belül még itt az orban van egy ilyen kis megerősítés, egy ilyen kis viaszos vászonszerű anyag, hogyha belecsúsztatja az ember az ásót, akkor ugye abba támaszkodik meg a hegye. Ennyi a tok. Térjünk rá az ásóra. Gyönyörű szép zöld színre van lefestve, ami erősen kopik a használattól. Méretét tekintve ugyanakkora, mint a Fiskars ásó, tehát hosszban megegyezik, súlyban egy picivel több. Nem sokkal, talán egy 10 dekával. Maga az ásó fej az lemez, ugye már a hangján is hallatszik. Egy ilyen egyszerű félkörív kialakítású, így gyárilag. De majd mindjárt mutatok vele valami érdekes dolgot. Az élezését én csináltam flexel, szükség volt rá, mert egy ilyen, csak egyszerűen, hogy el volt vágva a lemez, egy ilyen egyenes valami volt az éle, ami nem igazán volt jó. Én ezt flexel megéleztem. Ez az ásót egyszer volt használva. Körbe árkoltunk vele kempingben 5 darab 3 személyes sátrat, és hát azért szerintem eléggé szembetűnőek a sérülések rajta. Pedig egy puha erdőtalajban, egy fenyőerdőben táboroztunk, egy puha barna erdőtalajban használtuk, és már az ennyire kikészítette. Hát igen, ennyit a minőségről. Itt az oldalán található egy fűrészfog, amit szintén nekem kellett megéleznem flexel, mert semmi éle nem volt. Ezt ilyen újnyi vastag gyökér átvágásánál használtuk, arra jó. Ja igen, az ásófejről az érdekesség, tehát szerintem a minőségéről fogalmat adhat a következő kis mutatvány. Tehát különösebb erőködés nélkül kézzel meghajlítható. És ezt minden egyes ásó mozdulat után meg kellett tenni, csak ugye úgy, hogy letámasztottuk a földre, és ugye rátapostunk, hogy kiegyenesedjen. És lehetett folytatni az ásást. Az ásófej rögzítése egy ilyen szegecses megoldással történik, egy ilyen furcsa alakú hajlított lemezzel a tengelyhez, aminek ugye a központi nyél rész, hát látszik, nem egy erős és vastag valami szerintem. A két tengely, egy-egy popszegecszerűség, aminek a vége egy alátétel és egy ilyen, gondolom, egy ilyen kalapáló idommal van rögzítve, tehát már mivel, hogy kalapálással van megmunkálva, meg süt róla, hogy valamilyen puha alumínium, tehát valószínűleg nem valami tartós, mert a környező rész azért mégiscsak egy keményebb fém. Ugyanúgy csavaros a zárómechanizmus, a fej ugyanúgy két irányban rögzíthető, mint minden gyalogsági ásónál, most ugye az ásó pozícióban van, de ha behajtjuk, akkor ugye itt támaszkodik föl a gyűrű ezen a felületen, és akkor pedig kap a pozíció. A nyitása, zárása pont fordított, mint a Fiskarsnél. Ugye órajárásával megegyezően zár, órajárásával ellentétesen nyit. Tehát mintegy az ásás iránynak, ugye pont fordítva, tehát hogyha ásunk vele, akkor ezt
a fogásnál, vagy hogyha kesztyűben vagyunk, ugye a kis csúszásoknál nagyon könnyű kilazítani, tehát két ásás, illetve két ásónyomföld kidobása, bakancsal visszahajlítás, és ugye gyűrű meghúzás, tehát körülbelül így néz ki ebből a munkamenet. És ugye ráadásul a zárógyűrű a fejhez van közel, nem pedig a középső markolathoz. Ugye a Fiskerson ez pont fordítva van. A markolat tovább csőből hajlított, valamilyen vékony falu fém csőből hajlított markolat. Picit kényelmetlen, de azt mondom, hogy így a kapa pozíció még egész jól fogható, tehát így még egész kényelmes, de egy vékonyabb, kevésbé ergonomikusabb szerintem, mert az ember hiába fogja ezt a kerek részt, egy idő után becsúszik a keze ide a sarok részhez, és itt ezek az élek, ezek azért eléggé vágnak egy hosszabb munka során, tehát már a harmadik sátor fele már fájt a kezünk. Amúgy méretében mondom, ugyanúgy 59 centi, mint nagyjából az összes gyalogsági ásó a piacon, csak pár centis eltérések vannak. Na, 1500 forint volt. Tehát ezért a pénzért ennyit kap az ember. Azt hiszem a múltkori videóban soroltam, hogy milyen árakon vannak a gyalogsági ásók. Ugye ez a legolcsóbb kategóriába tartozik, az 1500 forintos kínai piaci. Ugye akkor a katonai ásókat mondtam, hogy most nemrég jártam katonai boltokban más ügyben, és azért megnéztem az ásókat, hogy olyan 3000 és 6000 forint között lehet venni használtan. Magyar, német, illetve amerikai ások vannak most. És ugye hát van a számomra csúcs kategória és legjobb minőséget képviselő Fiskars ásó, ami ugye hát újonnan, mint említettem, 12000 forintért sikerült nekem hozzájutnom. Egy multitoolért is kiad az ember 30-40 000 forintot, vagy akár egy késért kiad 70-80 000 forintot is, mert vannak ugyebár olyan kések. Akkor én azt mondom, hogy az ár és az érték az teljesen relatív. Tehát mindenki maga döntse el, hogy mit hajlandó fizetni egy jó minőségű holmiért. Ja igen, még egy dolog, ami nem tudom, hogy mennyire fog látszódni, hogy azon a részen ott talán látszik, ha így mozdulatlanul tartom, már van egy hajszárepedés, ami így elindult befelé ebbe az irányba. És ezen az oldalon is van már két ilyen picike, amiben beleakad a körmöm, ez még nem annyira látványos, de gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a terheléstől ez az idomit keresztbe el fog repedni, törni. Mármint, hogyha tovább használnám ezt az ásót. Jó, körülbelül ennyi. Kommenteket, véleményeket, minden egyebet fórumon, és ugye itt a videó alatti komment részben várok. Köszönöm a figyelmet ismét!